Világszerte több mint 1 millió ember követeli, hogy a világ legnagyobb vállalatai csökkentsék az egyszer használatos műanyagok gyártását. Itt van velünk a vonalban Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyi anyag szakértője. Szép jó napot kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Egy közelmúltbeli tanulmány rávilágított arra, hogy a világ összes műanyagának 90%-át nem hasznosítják újra, és hogy a tengereinkbe és az óceánjainkban teherautónyi szemét kerül, és ugye ez veszélyezteti az élővilágot. Igazából teherautónyi szemét gyakorlatilag óránként kerül, tehát elképesztő mennyiségről van szó. Az rettenetes sok, igen. Igen, évente körülbelül 300 millió tonnányi műanyagot gyártunk, és ebből a 300 millió tonnából tényleg kevesen, mint 10% kerül, ugye az a 9% újrahasznosításra, és a többi vagy lerakókban végzi, vagy esetleg égetőkben, és még rosszabb esetben pedig a környezetben kint szabadon, és ebből lesz ez a borzasztó szám, hogy évente 10-12 millió tonnányi műanyag szemét landol a tengerekben, ami gyakorlatilag ahhoz járul hozzá, hogy egy ökológiai katasztrófa van kialakulóban az óceánokban. Ugye van egy 2,5, illetve egy 3,5 millió négyzetkilométeres szemétsziget már a Csendes-óceánban, az északi, illetve a déli részén. És ugye ez a szemétsziget, ez olyan idézőjelesen mondva, csak a jéghegy csúcsa, hiszen ez a műanyag folyamatosan aprózódik, és ilyen kis mikroműanyagokkal van igazából már telve az összes tenger és óceán. De nem csak tenger és óceán, hanem még a folyóink is, például a Duna meg a Tisza is. És ugye itt az áramlatokról nem is beszélve, ugye, hogy az óceánban is, ugye, meg hát máshol sem, ugye a tengerben sem áll meg a hulladéksziget, mert ugye különféle áramlatok sodorják, és ugye megy északról délre, délről északra, keletről nyugatra, stb. Stb. Hol közelebb kerül a szárazföldhöz, hol nem. Ugye ráadásul nyilván dagadnak is ezek a szemétszigetek, ahogy jönnek az újabb adagok, tehát ugye összeakadnak, összeállnak, és hát ugye itt azt írják ebben a sajtóanyagban, amit tegnap kiadtak ezzel kapcsolatban, hogy ugye itt az élővilágra azért is nagyon veszélyesek, mert például bálnák és egyéb nagyobb testőragadozók beleakadnak ezekbe a szemét hulladékokba, illetve rájuk tekerednek bizonyos anyagok, és hát ugye nem tudnak kikerülni ebből, tehát csapdába esnek, illetve hát megfulladnak egészen egyszerűen, belefulladnak ebbe a töménytelen mennyiségű műanyagba. Yeah. Igen, sajnos nekünk is elborzasztó képeink és felvételeink vannak arról, hogy különböző tengeri élőlények, akár bálnák, halak, teknősök, hogyan gavajodnak bele szemétbe, miért pusztulnak el, hogyan van tele a gyomruk szeméttel, ami ugye szintén a halálokhoz vezet, illetve ugye a tengeri madarakról is hasonló képek vannak. A töménytelen mikroműanyag, az viszont tudjuk, hogy benne van a tengeri élőlényekben úgyszintén, hiszen a Greenpeace is végzett olyan vizsgálatokat, amiben különböző tengeri állatokat a halpiacokról, ahol polipokat, rákokat, kagylókat, halakat árultak, vettünk, és azt láttuk, hogy mindegyikben megtalálhatóak voltak ezek a kis mikroműanyag szemcsék, de sajnos ugyanúgy a tengeri sóban is ott vannak ezek a kis műanyag darabkák, és ugye ezek a időjárás hatására aprózódnak szét a műanyag szemétből. Tehát az látszódik, hogy igazából itt egy teljesen globális problémáról van szó. A Greenpeace hajói nemrég Skócia melletti északi tengeri vizekbe vettek mintát, ott is gyakorlatilag a döntő részében mintáknak találtak műanyag szemcséket. Most éppen az egyik Greenpeace hajó a Antarktis környékén vizsgálódik, ahol úszintén mikroműanyagok után kutat. De hát ugye nem emlékszünk, nem olyan rég volt egy globális csapvízvizsgálat, és kiderült, hogy a felszíni vizekből nyert csapvízbe is ott voltak a mikroműanyagok, illetve nemrég borzolta a kedélyeket az a hír, hogy gyakorlatilag az összes majdnem az összes ásványvíz mintában is volt mikroműanyag, bár itt igazából azt lehet tudni, hogy alapvetően a kupakból származhatott a szennyezés, de hát ott volt benne, megittuk. És ugye nemrég volt tavaly ugye nagy portkavart a tiszai vizsgálat, ami azt mutatta, hogy milyen nagy mennyiségű műanyag szemcse úszik le folyamatosan a Tiszában is. Tehát azt lehet mondani, hogy ez a probléma mindenhol körülvet minket, és igazából pont ezért kezdeményezte, vagy aktív részese a Greenpeace ennek a nemzetközi kampánynak, ami arra próbálja rávenni a nagyvállalatokat, hogy szakítsanak az egyszerű eldobható műanyag csomagolással. Ugyanis a műanyag hulladéknak, különösen a környezetben kikerülő műanyag hulladéknak a döntő hányada, a döntő része az mégiscsak ezekből a
eldobható egyszer használatos műanyag zacskókból, műanyag flakonokból, illetve különböző élelmiszercsomagoló műanyagokból adódik, amit ugye gyakorlatilag nagyon gyakran csak pár percig használnak az emberek, vagy pár tíz percig, igen, aztán szemét lesz belőle. Gondoljunk arra, hogy a szívószálat mondjuk senki nem használja 5-10 percnél tovább. Igen, gyors éttermekben, igen, ez egyébként az egyik ilyen gyors étterem lánc, ugye nem mondhatok itt cégneveket, pláne ilyen negatív kontextusban sem, meg egyébként sem, ugye föl van tüntetve, mint olyan nagyvállalat, akihez ugye fordulnak, hogy hagyjon fel ezzel, és hát tudjuk, hogy az ilyen gyors éttermekben vesz az ember egy hamburgert, és akkor is beleteszik ilyen félig műanyag, félig papír tasakba, dobozba, hogyha az ember ott helyben fogyassza, tehát amíg kiviszi az asztalhoz tálcán, addig is benne van ilyen egyszer használatos anyagokban, amiket aztán ott szépen egy ilyen pultba bele dobálnak, gyűjtenek, és azt nyilván már senki más nem használja. Ugye, tehát termelődik, konkrétan hegyekben én magam is találkozom ilyenekkel, termelődik a szemét ezekkel a műanyag tasakokkal, meg ilyen műanyag fedeles poharakkal, szívószálakkal, ugye erre gondol. Igen, 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 de ugye ez csak egy része, hiszen ugye, hogyha mondjuk Dél-Kelet-Ázsiába körbenézünk, ott tényleg ott szinte ugyanolyan elterjedt a műanyag használat, viszont sajnos a műanyag használattal együtt nem terjedt el a környébe tudatosának az a fok, pedig a hulladékgazdálkodásnak az a fok, hogy nemhogy szelektív gyűjtő, de gyakran semmilyen szemetes nincsen, és ezért még könnyebben jut a műanyag a tengerbe, a környezetbe, a folyókba, és pont ezért próbálunk a vállalatokra is hatni, a nagy cégekre, hogy ők próbáljanak alternatívákat keresni, mert nyilván Európában azért megpróbálhatjuk rávenni a országokat, bár mondjuk Magyarországon elég kevés sikerrel arra, hogy minél szigorúbb termékdíjakat vezessenek be, visszaszorítandó műanyagcsomagolást, esetleg mondjuk Franciaországhoz, Belgiumhoz hasonlóan tiltsák be az ingyenes nylonzacskókat. Viszont a sok országban mégis csak azon múlik, hogy a cégek hogy és milyen formában árulják a termékeiket, és rajtuk múlik igazából, hogy a végén a fogyasztóhoz eldobható műanyag csomagolásba jut a termék, esetleg sokszorosan becsomagolva, vagy nem. Hát gondoljunk bele, hogy mondjuk nagyon sokszor kétszer paradicsomot ráraknak egy műanyag tálcára, azt befóliázzák, majd a végén berakjuk egy nylonzacskóba, és úgy visszük el. Tehát elképesztő sok szemetet teljesen fölöslegesen használunk, miközben, hogyha mindig magunkkal egy vászonzacskót és beledobnánk a két almát, akkor gyakorlatilag nagyon nagy mennyiségű szeméttől megkímélnék magunkat. De egyébként még vannak a mikroműanyagnak olyan forrásai, amire nem is gondolnánk. Például nagyon sok bőrápoló kozmetikai termékben vannak mikroműanyag szemcsék, pont azért, hogy ledörzsöljék mondjuk az elhagyt bőrréteget, meg a szennyezést a bőrről. Tehát mondjuk egy ilyen bőrápoló használata után is sok százezernyi, tízezernyi mikroműanyag szemcsét juttatunk a vizeinkbe, illetve egyébként műszálas ruhák, különösen például műszörme mosásakor is nagyon-nagyon sok kis szemcse, műanyag szemcse kerül ki a környezetbe, tehát van ilyen közvetlen forrása is a műanyag szennyezésnek. Mivel tudják ezeket a nagyvállalatokat erre rávenni? Sokkoló videókat közölnek? Tehát említette, hogy vannak videófelvételék ezekről a bizonyos elpusztult bálnákról, békákról, és hát ugye nyilván nem győzik, ha így van, hogy ezekkel próbálják meg sokkolni a nagyvállalatokat, nem győzik ezt elégszer megtenni, mert mindegyik ilyen nagy multi vállalatnak vannak országszerte, világszerte leányvállalatai, tehát rengeteg helyre el kellene, hogy jusson ezt, tehát ezt ilyen kasszas, mint egy kasszasiker filmnek mondjuk a legnagyobb videó megosztón, ilyen milliós, tízmilliós nagyságrendű nézettségre lenne szükség ahhoz, hogy terjedjenek ezek a videók, hogy igenis tessék ezt tudomásul venni. Igazából, hogy most említettem, hogy több mint 1 millió ember csatlakozott a de hát ez kevés, hát 7 milliárdan vagyunk a Földön. Itt van, de kevés. Azok mégiscsak a fogyasztóktól függenek, és a fogyasztókra hallgatnak. A Greenpeace korábban a ruházati szektor nagyjaira tudott döntő változást kényszeríteni a fogyasztók erejével. Abba bízunk most is, hogyha a Greenpeace mellett a helyi zöld szervezetek, helyi civil szervezetek, helyi kezdeményezések mind összeállnak, ugye több mint 1000 szervezet állt össze és próbál meg közösen tenni, annak mégiscsak lesz egy olyan hatása, ami a vállalatokat változásra kényszeríti. Az Európai Unió is egyébként most írt elő a még jelentősebb újrahasznosítási arányokat a műanyag hulladék esetén Európára. Nagyon reméljük, hogy azért itt mégiscsak a fogyasztók ereje, a lakosok mégis tudnak úgy hatni a cégekre, hogy változást hozzanak. És hát nagyon szeretnék mi ugyanúgy, hogyha
a magyar kormány is sokkal komolyabban venni ezt a problémát, és tényleg lépéseket tenni a műanyagzaskók betiltása érdekébe, illetve ugyanúgy a termékdíjat is úgy változtatja esetleg a műanyag flakonoknak, hogy valamilyen módon visszaszoruljanak, illetve az egyéb eldobható együttes műanyag csomagolásnak, műanyag termékeknek, mert gyakorlatilag csak együtt ez a három hatást tud változást elérni, hogyha az állam szigorúbb jogszabályokat és pénzügyi szabályozásokat hoz, változtatnak, illetve az emberek tudatosak. Például, hogyha most már itt tartunk, ugye a kormánynak is ezt komolyan kell venni, ugye most fog alakulni az új kormány, érdemes lenne megfontolni egy olyan javaslatot, hogy beépíteni mondjuk az oktatási rendszerbe, hogy már pedig a gyerekek tanuljanak meg szelektíven hulladékot gyűjteni, és igenis, hogyha újrahasznosító műanyag zacskóba, vagy egyáltalán műanyag zacskóba vásárolnak valamit, akkor tessék szíves lenni egy szelektív hulladékgyűjtőbe elhelyezni, és azok a szelektív hulladékgyűjtők, illetve azoknak a tartalma, azok ne egy hulladékégetőben végezzék, hanem legyen egy újrahasznosító mű, ahol ezeket az anyagokat újrahasznosítják, újra legyártják, és hát, hogy lehessen ezeket nyomon követni. Én nagyon örülök például annak, amikor mondjuk a csatornázási műveknek a szennyvíztisztító telepein például nyílt napokat szerveznek. Ugye szoktak ilyet csinálni Budapesten, és akkor meg lehet nézni, hogy hogy tisztítják a szennyvizet. Hát ilyet kéne a hulladéklerakókkal is, hogy az emberek meggyőződhessenek arról, hogy igenis, hogyha ők szelektíven gyűjtik a hulladékokat, akkor ezek a bizonyos hulladékok oda kerülnek, és mindenféle gyártósor segítségével előállítják újra ugyanazt a terméket, vagy hasonló terméket, amit aztán újra föl lehet ilyen bizonyos gyorsétterem láncokba, vagy nagyobb kereskedelmi egységekben föl lehessen használni. Így van, de viszont sajnos a újrahasznosítás, mint mondom, önmagában nem megoldás. A célabb lenne, hogy sokkal kevesebb műanyagot termeljünk, sokkal kevesebb műanyag hulladékot hasznosítsunk, és az hozna igazából döntő megoldást. Sajnos az, hogy a hasznosítás az láthatóan nem tud megoldást nyújtani erre a problémára, hiszen ugye, mint mondom, most is csak 10%-nál tartunk, pedig megvan az eszköz és a lehetőség. Értem, én nagyon szépen köszönöm, hogy megosztotta velünk a gondolatait. Bízom abban, hogy nem hiába, mi is ezzel egy picit hozzá tudtunk tenni ehhez. Simon Gergely, a Greenpeace regionális vegyianyag szakértője állt a rendelkezésünkre az imént. Szép napot kívánok önnek, viszont hallásra!